Pizs! Kitibettek. Agybeteg. Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és itt van ma velem. És ebből a rút kiskacsából hamarosan egy csodálatos hattyút fogunk itt együtt faragni. Ugyanis már egy olyan videó lesz, amit már nagyon, de nagyon régóta kértek, hogy ki fogom én sminkelni a Kittit, ráadásul nem is akárhogy, hanem egy másik videósnak, a Fruzsinak a videója alapján. Már láthattatok ilyen videókat, így másoknál, hogy például megpróbálják más youtubernek a tutoriáját követni az emberek, és én is ezt most meg fogom csinálni, de most egy másik trend alapján, amit külföldön láttam, úgy, hogy a Fruzsi egyik smink videója alapján, amit kiválasztottak nekünk, szóval én sem tudom, hogy melyik videó lesz az, csak a hangot fogom hallani a videóból, szóval a képet nem fogom látni, a mobilon majd hallgatom, és úgy próbálom meg a Kittikét kisminkelni, szóval nagyon remélem, hogy a Fruzsi jól mondja az utasításokat, hogy mit kell csinálni. A Kitti kikészítette ide a smink cuccainak egy részét elénk, hát van egy pár, higgyétek el. És ne számítsatok tőlem sokra, még szinte soha nem sminkeltem ki a Kittitán, egyszer viccből, meg ennyi gyakorlat van még, hogy egyszer a Fruzsit a placon kivideóztam, kisminkeltem, de ennyi. Na de ne is húzzuk az időt, Kitti, te mit vársz tőlem? Jól fog teljesíteni? Hát szerintem nem amúgy. Micsoda? Na jó van, kezdjük! Úristen! Mi van, durva lesz? Kitti már látta, na jó, elindítom emberek, kezdjük, hallgassuk együtt. Szegény Kitty nem hallja. Ó, most ilyen muzsikát hallok, táncol Kitty. Vagy odaadjam neked az egyik fülest, hogy te is halljad. Jó, oké, tessék. Na, nyugi, nem fül zsíros. Annyira. Első lépésként a szemöldökömmel kezdtem, apró vonalakkal erősítettem meg a vonalát, és töltöttem ki... Micsoda? Oké, ráállítom, oké. Na, akkor az első lépés az a szemöldök lesz. Hát itt annyi cucc van előttem, hogy fogalmam sincs, hogy miből kellene választanom. De mindegy, szóval akkor az első lépés, hogy ezt megfogok valamit. Mondjuk ezt. Vagy ez mi? Ja nem, ez eyeshadow. Fúristen! Az első lépés, hogy valamivel ki kell... Várjunk, aztán megtaláltam a szemöldököt. És itt találtam is valami eyebrow designer. Először kikeféljük ezeket a csúnya rakoncátlan szemöldököket. Kit, mikor fésülted meg utoljára? Nem tudtad, ezt minden nap kellene? Mm. És akkor most meg kell rajzolni aztán a körvonalát, ha jól értettem. Ennek nincs is hegye! Hát ezzel hogy rajzolja meg? Ezt ki kell faragni, vagy nem? Mert azt nem nagyon szoktam használni. Mi, akkor van itt egy másik, amit többet szoktál használni? Na várjatok, akkor körülnézek még alaposabban. Találtam egy ilyet. Akkor lehet, hogy inkább mégis ezt fogom használni. Vannak még, nézzétek, egy ilyen kis izék is benne, amiben ilyen szemöldök sablon, de nekünk az nem kell, hiszen én annyira profi vagyok, hogy minek sablon. Én önmagam vagyok, aki a sablon gyártja. Nincs nekem arra szükségem. Úgy ezt hogy kell ebből kiszedni? Nem tudom ezt. Döntsd meg. De akkor nem fog a por is kiesni? Nem. Jó, oké, nem lettem olyan. Kis ütögető mozdulatokkal. Hú, emberek olyan, mintha műtét lenne, hogy úgy érzem magam. De remeg a kezem, ezt hogy kell megcsinálni? Várjál, ez biztos kész kell, még szerencsé, hogy nekem az van. Úgy érzem magam, mintha én lennék Leonardo, és te vagy az én vásznom, amit éppen megfestek. Kitty, én egy új szemöldök vonalat csinálok neked, de lehet aztán, hogy ez lesz az új mód, és ez még jobban fog neked tetszeni, mint az eredeti. Amúgy, hogyha szeretnétek majd olyan videót, hogy a Kitty sminkeljen ki engem, bár nem biztos, hogy el lesz, mivel ki tudja a cikit miért csinál nekem, akkor nyomjatok el egy lájkot, aztán majd meglátjuk, Kitty, te csinálnál olyat? Mm-hmm. Jó, oké, szemöldök, kész! Ezután egy Art Deco szemhéjbázist használtam, hogy a festék minél jobban beletapadjon. Micsoda Art Deco szemhéjbázis használt, hogy a festék beletapadjon, de mi betapadjon bele? De most lemaradtam, most viccen kívül, mi betapadj... Még te se érted? Most ő alapozott már? Én nem tudom. Most alapozott? Még... Na szóval a Fruzsit nagyon kis huncut, és kihagyt itt az alapozást, mert tudja, hogy én arra nélküle is képes vagyok, szóval csináljuk meg azt. Azt tudom. Itt van az a primer? Itt kell a primer, vagy még? Igen. Ilyeneket tudok, mert direkt felkészültem, hogy néztem párat Karin videójába. Köszi Karin. Ez mi? Ez mi primer? Ez primer? Ez itt primer? Ez primer? Ez? Van. Ez primer? Ati, ne legyél már! Hát ez nehezebb, mint az algebra. Jó, segíts! Ez is primer. Micsoda? Ez fújós primer. Na jó, hagyjuk. Ez a lötyja primer? Ez a lötyi. Na jó, többet a Kitty nem fog segíteni, de ezt életemben nem találtam volna meg. Ki akar ilyet az arcára vinni? Nem értem.
aha, és így ezt elkenem, értem, és akkor ezzel most bekenjük kitnek az arcát, hogy gyönyörű legyen. Ne olyan sokat, te idiót! Jó, de éppen azt kenném el, ha nem ugrándoznál el előle, mint de a cicánka. De azt nem úgy kell elkenni, hanem kézzel. De ne segíts, én így kenem el, én tovább fejlesztem ezt. Mit hiszem, miféle barbár vagyok én, hogy majd kézzel fogom itt elkenni a dolgokat. Nehogy itt ez a sok primer véletlenül elásztassa ezt a tökéletes szemöldököt, amit előbb csináltam. Mi van? Na, készen vagyunk, és akkor most jöhet az alapozás. Nem, most várunk egy picit. A few moments later. És akkor most jöhet az alapozás, amit már előre kifogtam, hogy ezzel fogunk csinálni. Meg van hozzá ez a kis tojás. Ezt a kezünkre kell aztán kicsit nyomni, szóval én is ide rakok egy plöttyöt. Micsoda, ne! Vissza tudom cupákolni? Ne! Ne! Csak tök tiszta fos lettek a... Semmi gond. Ez nagyon pigmentált, hogy a Fruzsi mondaná. Mint pufogató mozdulatokkal kell. Puff 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 puff. Valahogy el kell takarni valamivel a bajszodat is. Ja várj, a nyakadra is kell, azt is tudom. Húzd ki magad. A füledre dolgok amúgy. Nem, mondd. Na, csak is vagy? Várj, még a másik fele hátra van. Alapozóra még kell valami. Jaj, tudom, mert ezt a Maris mondta, mert direkt megkérdeztem ötözött a videó előtt, hogy hogy van a sorrend, és mondta, hogy alapozóra mindig kell púder, szóval keresünk egy púdert. Akarod mostantól elkészíteni neked minden nap én a sminket, az biztos sokkal jobb lesz. Elsőként egy keki árnyalatot vittem fel a szemhéjam egész részére. Itt nem kell túl precíznek lenni, mert úgyis el fogjuk még dolgozni a széleket. Jó, oké, akkor az első lépés, ez az Art Deco, az nem tudom mit jelent, szóval azt a halandzsát hagyjuk. Az első rész... És akkor itt van egy ilyen zöldes szín, és ezt fogom használni. Kezdjük is. Itt kezdődik az igazi munka és emelka. Hú, ez annyira nem pigmentált, hogy a Fruzsi mondaná, ugyanis itt vakolatot rákentem, és alig fogta be. Ezek tökre jó pigmentáltak. És ez csak azért mondott, hogy a NYX még küldjön neked sminket. Jaj, nagyon csikizett. Mi? Jaj, ott nagyon, úristen. Micsoda? Nem, dooooh! Oké, szóval ez így jó lesz. Akkor folytatódjon a dolog. A szemhéjam szélére egy ragasztószalagot tettem, hogy minél élesebb vonalat kapjunk. Majd egy sötét szürke árnyalatot vittem fel a külső szemzugba és a mélyítő vonalba, és ezt egy satírozó ecsettel dolgoztam össze a már előbb felvitt kehi árnyalattal. Azt egy kehi árnyalattal. Jó, hát én most valamit ide ragasztottam, nem tudom, hogy ezt kell elcsinálni, de valamit itt csináltam. Ez baj, hogy én kimentem a vonalból? Hát amúgy ugye ez ilyen satírozásnak tűnik, ezt fogom használni. És akkor ebből használjunk valamelyiket. Mindenféle komédia nélkül, nagyon szép. És akkor ilyet rakok a másikra is. Ide. Ez itt a mélyítő vonal? Uh-huh. Igen? Ó, hogy rájöttem? Tudtam én. Hát ott az a legmélyebb, a szemednek a legmélyebb pontja. Na jó, van, megtettem, ami tőlem telt, nekem ez így tetszik, akkor ez így jó lesz, folytassuk. Ezután egy világos zöld árnyalatot használtam, amivel egy átmenetet képeztem, úgymond előkészítettem a terepet a fényes fehér árnyalatnak, amit a szemöldök csontomon használtam. A szemem külső részébe egy fekete árnyalat kerül, hogy egy kis sötétséget, kis mélységet adjunk a sminknek. Mája azt mondta, hogy egy átmenetet csinált egy világos zölddel, de hova? A szemére még ezt is? Hát hány dolgot kennünk a szemre? Hát bocsik, itt az összes ecsetelet össze fogom barmolni, remélem utána. Most tisztítottam ki őket. Hát akkor még egyszer ki kell. Itt van egy világos zöld, de fogjuk rá, hogy zöld, és akkor ezzel megcsinálom. Mert nem értem mi a feladat, de nem baj, valami. Az türkiszkét. Ez világos zöld most. Amúgy szerintem egész jól alakulnak itt a dolgok. Na, akkor most megcsináljuk a szemöldök csontos részt. És azután pedig jön akkor az alsó vonalat. Na jó, keressünk egy fehér szint, amúgy már előbb itt kiszúrtam megint ebből a palettából ezt a kis ezüstöset. Úristen, gondolom mondom, jobban megizzadok ebből a sminkelésbe, mint hogyha sportolnék. Na és akkor sielt a fekete rész. Szerintem nem ide kellett volna ez. Na mindegy. Ne nyomd bele a szemembe, Attila! Próbál! Jaj, de Kitty, elrontottad a sminkem! Beleizéled a gyönyörű sminkem! Na jó, bocsiád, de... Befekete. Kitty, a szépségnek ára van! Na! Egy szemgolyó szépség. Kevés a szépség áráért. Az megéri. Úgy érzem, hogy már 5 éve csináljuk és még csak mindig a szemnél tartunk. Ezután egy satírozó ecset segítségével összedolgoztam az eddig használt színeket.
Mivel eddig kicsit sötét, egyhangú volt a smink, ezért úgy döntöttem, hogy egy élénk zöld árnyalatot használok a szemhíjam középső, illetve belső területén, hogy egy kis élénkséget vigyünk a sminkbe. Élénk zöld. Hát akkor használjunk élénk zöldet is, a Fruzsi azt mondja, legyen élénk zöldünk is. Használhatjuk azt a libafos zöldet, amit előbb annyira akartál, hogy örüljél. Újból visszatérünk ehhez a csodálatos palettához. Úgy érzem, annyiszer mutogatom ebben a videóban a palettet, hogy Nix igazán szponzorálhatna. Akkor most lehet az a kis szép libafos zöld szín, és ezt a középső részre rakjuk. Jaj, vegyük ki a mélyen vettük ki a fülhallgatót, most nézem. Nem voltok, amíg zöld. Nem, amúgy nem lett az. Ezután jött a szemhétus, ami ebben az arab inspirált a sminkben nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon fontos. Ehhez a sminkhez kicsit feltűnőbb tusvonal dukál. Csináljuk meg azt a... Szedd le már a szem. Ja, jó, oké. Okay. Óvatosan. Ja, jó. Ne! Mi? Fájt? Nem. Állj, eyeliner. Mi? Eyeliner. Ezt fogjuk használni. Ezt a fejem pillanat. Az a tetvek. Ez a legfontosabb rész, azt mondtál Fruzsi, hogy ez nagyon dukál. Ne. Kitty, ehhez jó szemöldök, hogy micsoda dukál. A Fruzsi azt mondta, hogy csináljam, oda dukálok neked egyet. Na, amúgy ez ilyen kígyós mink lesz szerinted? Úgy érzem, hogy ez valami kígyós mink, az lett a videónak a címe. Nyisd ki a szemed? Itt is, jól. Nagyra nyisd ki, hogy ott is maradjon felül, akkor majd a minta, hogy legalább ugyanolyan legyen, nyisd ki. Nézd ide, csukd le. Ez egy új technika, emberek, lássátok! Ezután jött a csillám applikálós rész, amihez az Essence kolorált szemhéjbázist használtam. Az ujjammal ebből egy nagyon pici mennyiséget felvittem, ütögető mozdulatokkal úgy, hogy ne kenjem szét a festéket, majd egy gumis applikátor segítségével felvittem a csillámokat. Na járjátok, akkor most csillámokat kéne oda varázsolnom. Mi vagyok én, csingiling? Ilyen rózsaszín, de ez annyira nem megy ehhez az öltözhöz. Van kék is. Van kék is? Maradjon a rózsaszín. Jó, szerintem amúgy én egy nagyon jó, a Fruzsi büszke lenne rám, úgy érzem. Ezután a videó után remélem, majd ír valami kommentet, azt megírja a véleményét. Ezután áthúztam még egyszer a tusvonalat, majd végezetül az Essence Lash Princess szempilla spirállal fejeztem be a szemsminket. Oké, akkor egy szempilla spirál. Ó, ugyanaz? Na, akkor az jó, na nézzük akkor. Na, amúgy az egész jó lesz. Az arcomat már előzetesen lealapoztam, most már csak a bronzosítás jött, amihez az Avonnak a bronzosító gyöngyeit használtam, és felvittem ezt a terméket az arccsontom alá, valamint kicsit a homlokomra, illetve az államnál az állkapcsom vonalába. Használjuk ezt az ecsetet hozzá. Pip-paf mozdulatokkal, ha így csináljátok, akkor ez nagyon jó lesz, még egy kicsit rakhatunk rá. Pip-paf. Végezetül az ajkakra egy visszafogott rózsaszín szájfény került. Hát akkor én ezt a rózsaszínt fogom, szerintem ez nagyon visszafogott, igazi Kylie Jenner szád lesz amúgy ezek után. És szerintem készen is vagyunk a sminkkel, nézzétek meg alaposan. Voilà! Da-da-da-da! Úristen! Ennyire tetszik? 10-ből hány pont? Hallom. 11? Én ebből... 10? Hallod? 9? 10-ből hallod, adok neki egy 0 pontot. Ennyi lett volna ez a videó, Kittike közben elment le most magára a sminket, mert megy az orvoshoz, és azt mondja, hogy nem akar ilyen csodálatos sminkbe venni, nem is értem miért, na de mindegy. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, nem vagyok a legnagyobb sminkmester, bevallom, de én azért próbálkoztam, hogyha szeretnétek akkor, hogy a Kitty is kisminkeljen esetleg engem, akkor jöttök erre a videóra egy lájkot, meg akkor is, hogyha tetszett, és írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek kinek a sminkje lett jobb, az enyém, vagy a Fruzsié, szerintem a válasz egyértelmű. És ja, ennyit akartam, csak hamarosan újból találkozunk, legyetek ti is smink guru mesterek, mint Attila, smink csoda világa, beauty tipjei, és ja, hamarosan újból találkozunk, legyen jó napotok, én Attila voltam, sziasztok!